Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket, és mosolygós délelőttöt kívánok mindenkinek. Ma folytatjuk a rímes, verses, mesés kalandozásainkat. Elsőként a már jól ismert Volt egyszer egy kötetből hoztam nektek egy tréfás román népmesét. A pék és a sajtos ember. Egy kisvárosban élt egy pék. Minden nap vett egy kiló vajat a sajtos embertől. A sajtos ember is minden nap vásárolt a közeli péküzletben annyi kenyeret, amennyire naponta szüksége volt. Idővel a pék észrevette, hogy a vajdarab mind kisebb és kisebb. Ezért elhatározta, hogy bepereli a sajtos embert. Elmondta panaszát a rendőrfőnöknek, követelte, hogy vizsgálja ki az ügyet, és a törvény értelmében hozzon ítéletet a sajtos ember ellen. A rendőrfőnök megjelent a helyszínen. Van-e mérleged? Kérdezte a rendőrfőnök a sajtos embertől, aki mindjárt tudta, honnan fúj a szél. Van, hogy ne volna, tessék. Súlyaid vannak-e? Súlyok nincsenek. Akkor hát mivel méred a vajat? Ha, felelt ravaszul a sajtos ember, nagyon egyszerűen. A kenyerek, melyeket a pék szomszédom árul, 1 kilósak. Veszek belőlük egyet, ráteszem a mérleg egyik serpenyőjére, a vajat pedig a másik serpenyőre, s így mérem ki az 1 kilót. A pék belátta, hogy ő bizonyult bűnösnek. Visszavonta hát a vádat, és lehajtott fejjel elkullogott. Egy csodaszép Kosztolányi Dezső verssel folytatjuk. Már néha gondolok a szerelemre. Már néha gondolok a szerelemre. Milyen lehet? Én Istenem, milyen? Találkoztam tám véle messze-messze, valahol Andersen meséiben. Komoly és barna kislány lesz, merengő, a lelke párna, puha sejemkendő, és míg a többiek bután nevetnek, virágokat hoz majd a kisbetegnek. Ágyamhoz ül, meséskönyv a szeme, halkan beszél, csak nékem, soha másnak. Fájó fejemre hűs borogatást rak, és kacagása hegedű zene. Egy lány, ki én vagyok. Hozzám hasonló, különös, titkos és ritkán mosolygó. Az éjbe néző, fáradt, enyhe, csöndes. Csak széttekint, és a szobánkba csönd lesz. A következő József Attila verset, gondolom, hogy senkinek sem kell bemutatni. Talán ez volt az első költemény a költőtől, amit én gyerekkoromban megismertem, és mivel az Apám kakasa kötetben bukkantam rá, ezért megismerjük Vörös István és Lackfi János parafrázisát is. József Attila, de szeretnék. De szeretnék gazdag lenni, egyszer libasültet enni, jó ruhába járni, kelni, s 5 forintért kuglert venni. Míg a cukrot szopogatnám, új ruhámat mutogatnám, dicsekednék fűnek, fának, mi jó dolga van Attilának. Vörös István, foltozott álom. De szeretnék szegény lenni, egyszer sült levegőt enni, rossz ruhában ülni, állni, 5 forintért kiabálni. Míg a levegőt koptatnám, foltjaimat mutogatnám, elmondanám a világnak, nincsen pénze anyukámnak. Lyukas cipőm megbámulnák, amit kérnék, nekem adnák.
kapnék toronyórát lánccal, nekem szólna a madárdal. Lackfi János, de szeretnék korán kelni. De szeretnék korán kelni, sóskával spenótot nyelni, jéger alsót, sapkát venni, szülői szidást viselni. Amíg nekem prédikálnak, felveszem jégergatyámat, így aztán fűfa láthatja, milyen frankó jégergatya. Nem is veszek rá más gatyát, utca hosszat mutogatják. Félrecsapom majd a sapkát, hely, boldog-boldogtalanság. Múlt hét közepe táján, vagy talán inkább a hétvége felé közeledve, megismertünk egy csodaszép szépernő verset, a gyermekjátékot, és akkor talán emlékeztek, említettem nektek, hogy ezen a héten meg fogjuk hallgatni az egyik átiratát is. Én végül Lackfi János költeménye mellett döntöttem, melynek címe Játék minden. Mikor én kisfiú voltam, sündisznón lemlovagoltam. Megbökte volna a farom. Na, a farom, pedig azt én nem akarom. Hogyha az égen repültem, sárkány hátra sosem ültem, mert a végén széjjel rázna, lennék lenn összetört málna. Ám mikor úszni akartam, meséskönyvbe becsobbantam. Átúztam az óceánon, óperenci enciánon, nem csorgott víz hacukámon. Ha háborúzni akartam, én magam meg sose haltam. A seregre radírt dobtam. Áradt a vér patakokban. Ha ragadozóra vágytam, bogarakat preparáltam, beáztattam spiritusba, másztak gombos tűre szúrva. Ha törpéket áhítottam, távcsövem megfordítottam, zsebre tettem öcsém, hugom, amelyik kell, előhúzom. Görgettem üveggolyókat, hogy elcsípjem a bolygókat, s amelyiket eltrafáltam, elbújtattam felhőzsákban. Már felnőttem, eltörpültem, munka mellé települtem, fel sem állok néha napján, gyerekruha néha nagy rám. Ha kell, ha nem, megtalálom minden éjjel a halálom. Elringat este az ágyban. Te az ágyban, úszkálok egy álomzsákban. Ha egyszer az álomdoboz a szobámba vissza nem hoz, elröpít az álomszőnyeg. Mennyországba mennék főleg. A mennyei autósztrádán stoppolva az Istent várnám. Meg is jönne limuzinon. Limuzinon. Sejem a kesztyűje. Finom. Nincs sofőrje, aki vezet, tiltja a égi szakszervezet. Így hát maga vinne engem. Játszani a végtelenben. És ott visszakapnám, mentem mindazt, amit elvesztettem. Elherdáltam földi lomtalanításban. Lesz radírom, hadseregem, mesekönyvbeli tengerem, megint bogár, preparálom. Sose fájjon, a tűszúrás csak egy álom. Ha a zsebembe belenyúlok, találok ott öccsöt, húgot, mézes kalács leányt, huszárt, megkóstolom, hogyha muszáj. Lesz sárkányom és sündisznóm, sose szúrják meg a hátsóm,
Bolygók között száguldozom, 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 fejembe száll majd az ózon. Kezem többé meg nem mosom, se síkoson, se habosan, égi piszok beszennyezhet, 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 de Istennel fogtam kezet. És a végére hagytam a, hogy hagyománytisztelő legyek, a súlytalan királylány történetének újabb fejezetét, aki esetleg később kapcsolódott be ebbe a tündérmese regény folyamba, annak röviden összefoglalnám, hogy egy távoli királyságban járunk, ahol nagy sokára megszületik a hőnáhított utód, egy aranyhajú, gőgicsélő királyleány, akit a keresztelők útnál megátkoz a gonosz boszorkány, az édesapja nővére, a nagynénje, mert elfelejtették őt meghívni. És ez az átok az, hogy ne hassanak rá a gravitáció törvényei, veszítse el a súlyát. Kétségbe esve figyelik ennek a kislánynak a cseperedését, aki képtelen arra, hogy sírjon, képtelen meglátni a dolgoknak a súlyos oldalát, és mindenen csak kacag, de sohasem mosolyog. És az előző fejezetben a két udvari bölcs, az egyik tibeti, a másik kínai bölcs, radikálisabbnál radikálisabb megoldásokkal próbálja meggyógyítani a király kisasszonyt, de a nyolcadik fejezetből kiderül, hogy vajon sikerrel járnak-e. Vízpróba. Talán az lett volna a legjobb a király kisasszonynak, ha szerelmes lesz. Csak hogy miként eshetik bele valakibe is egy súlytalan királylány, az igen nagy bökkenő. Alig, hanem a legnagyobb bökkenő. Ami őt magát illeti, fogalma sem volt arról, hogy effajta mézes fullánkos kaptárba is bele lehet zuhanni. Most azonban egy másik különbségét mondom el. A palota a földkerekség legszépségesebb tavának partján állott, és a királylány jobban szerette azt apjánál, anyjánál is. Ennek az volt az oka, jól lehető erről mit sem sejtett, hogy mihelyt beugrott a vízbe, visszanyerte a súlyát, amitől oly komiszul megfosztották. Talán azért volt ez így, mert annak idején a víz közvetítette a varázslatot. Minden esetre a királylány úgy úszott és bukott alá a vízben, mint egy kacsa. Így is nevezte őt öreg dajkája. A víz jótékony hatására egy véletlen baleset során derült fény. Egy nyári este, az országos karnevál idején a király kisasszonya királlyal s királynéval csónakázni ment. Az egész udvari nép követte őket a királyi deregje rajon. A tó közepén a kislány át akart szállni nagy kedvence a kancellár ladikjába, mert hogy addig az apja csónakjában ült. Jól lehet, a király sosem vette könnyedén a családi szerencsétlenséget, ezúttal, ahogyan a deregjék közeledtek egymáshoz, széles jókedvében fölkapta a gyermeket, hogy átdobja a kancellár ladikjába. Hanem elvesztette az egyensúlyát, a csónakja fenekére esett, elengedte a lánykát, az esés lendületét azonban még átadta neki. Így aztán, ahogy a király lehuppant a csónak fenekére, leánya nagy csobbanással kacagva a vízbe esett, és az mindjárt el is nyelte. Rémült kiáltás futott végig a deregje rajon. Még soha senki nem látta a király kisasszonyt alászállni. A férfiak fele azonnal vízbe ugrott, hogy megkeresse, és amikor egymás után buktak fel lélegzetet venni, valahol távolabb, gyöngyözve, bugyogva, fröcskölve, prüszkölve, felharsant a királylány kacagása. Ott lubickolt, mint valami hattyú. S hiába kérlelte királys, királyné, kancellárs, annak a leánya, ki nem jött a vízből, nem hajlott a jó szóra, hanem ugyanakkor a megszokottnál jóval nyugodtabb is lett. Talán mert a nagy élvezet elfojtja a kacagást. Akárhogy is,
Ettől fogva a király kisasszonynak szenvedélye lett, hogy a tóvizében töltse az idejét, és minél többet úszott, annál jobban viselte magát, és annál inkább megszépült. Ha nyár, ha tél, neki sose volt elég a vízből, ha beállt rajta a jég, rést kellett neki vágni benne. Nyáron a nap bármely szakában úgy festett, mint fehér csík a tó kék vizében. Vagy mozdulatlan feküdt, mintha felhő árnyéka volna, vagy pedig delfinként hasított végig a víz tükrén, majd eltűnt, hogy utána ott bukkanjon elő, ahol egyáltalán nem számított rá az ember. Ha rajta múlik, éjjel is kiment volna a vízre, mert a hálószobája balkonja a tó kicsi, de mély öble fölé hajolt be, és a hínáros részen átevickélve kijuthatott volna a nyílt vízre anélkül, hogy bárki is észreveszi. Bizony, ha éjjel teli holdkor felébredt, alig tudott ellenállni a kísértésnek. Csak hogy keserves dolog volt elvergődnie a vízig. Más gyerek a víztől félt, ő a levegőtől. A legenyhébb fuvallat is magával sodorhatta, még a legnagyobb szélcsendben is jöhetett egy kis légvonat. Ha ilyenkor lendült volna meg a víz fölé, roppant kellemetlen helyzetben találhatta volna magát, ha nem esik bele. Még szellő nélkül is fennakadhatott a köntöse valamin, és akkor aztán ott kellene várnia a ég és föld között felfüggesztve, míg valaki meg nem szabadítja. Ó, ha súlyom volna, sóhajtott fel magában a tavon tűnődve, úgy leugranék a balkonomról, mint egy sirály, fejjel bele a drága vízbe. Jaj! Egyedül emiatt szeretett volna olyan lenni, mint mindenki más. Volt egy másik oka is ennek a nagy vízimádatnak. Csak ott lehetett szabad. Ugyanis még sétálni sem mehetett kíséret nélkül, amelyhez könnyű lovas szakasz is tartozott, nehogy a szél elsodorja és szem elől veszítsék. És az évek múlásával a király aggodalmai csak fokozódtak, míg a végén csak úgy engedte ki a szabadba, ha ruhájához 20 selyemszalagot erősítettek, és azt 20 levente tartotta a markában szorítva. A lovaglás persze szóba se jöhetett, ám a vízben búcsút mondhatott ennek az egész szertartásnak. Ráadásul olyan szembeszökő eredményeket ért el a víz, hiszen amíg benne volt, visszanyerte normális emberi súlyát, hogy Hudova és Koh Olok azt javasolta a királynak, temesse a föld alá 3 napra, hiszen ha a víz ilyen jót tesz vele, annál inkább jót tenne neki a föld. Ám a király nem óhajtott ilyesféleképpen kísérletezni a lányával. Miután javaslatuk süket fülekre talált, a két tudós nagy egyetértésben egy újabb ötlettel állt elő, amely tekintettel arra, hogy az egyik Kínából, a másik Tibetből hozta tudományát, rendkívül figyelemre méltó volt. Azt magyarázták, hogy ha a külső forrásból származó víz ilyen hatásos, a mélyebb forrásból fakasztott víz tökéletes gyógyulást hozna. Röviden szólva, ha a király kisasszonyt sikerülne megríkatni, talán visszanyerni a súlyát. Hanem ezt mi módon lehetne elérni? Ebben állott a nagy nehézség, és ehhez a tudósok sem voltak elég bölcsek. Ahogyan súlyossá tenni nem lehetett a királylányt, úgy könnyet sem lehetett fakasztani a szeméből. Küldettek hát egy hivatásos koldusért, és megparancsolták neki, hogy adja elő a legfájdalmasabb panaszát. Választhatott magának bármilyen ruhát az udvari jelmeztárból, és siker esetére nagy jutalmat ígértek neki. Hiába. A király kisasszony meghallgatta az alamizsnás színész történetét, megbámulta ötletes jelmezét, majd amikor már nem bírta tovább tűrtőztetni magát, a legméltatlanabbul eltorzította arcát, és vad hahotázásban tört ki. Amikor valamelyest magához tért, utasította kísérőit, kergessék el a koldust, és ne adjanak neki egy lyukas garast se. A vérig sértett koldusnak döbbenet ült ki az arcára. Ez lett a királylány büntetése. Olyan hisztérikus kacagás roham jött rá, amiből alig tért magához. Ám a királyt olyannyira izgatta a javaslat, hogy egészen felülmúlta önmagát, és egy remek ötlete támadt. Eltiltotta a leányát a lubickolástól.
A király kisasszony egy álló napon át visítozott, toporzékolt, de egyetlen könyv sem csordult ki a szeméből. Így aztán a király, hiszen nem volt ő kegyetlen ember, feloldotta a tilalmat. Hát, ennyi lett volna mára. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, hogy ma is velem tartottatok. Holnap találkozzunk a szokott időben. 9:30-kor újabb gyöngyszemekkel készülök nektek, és hogy hű legyek azokhoz a hagyományokhoz, amiket teremtettünk így közösen. Holnap megint szeretnék nektek énekelni, és ti választhatjátok ki, hogy mit. Úgyhogy a mai nap folyamán figyeljétek az oldalamat, mert a lehetséges jelöltek listája majd vissza fog köszönni. Úgyhogy várom a voksaitokat, és várlak vissza benneteket holnap délelőtt 9:30-kor. Addig is legyen mosolygós napotok. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Sziasztok!